Egyetlen lépés választja el a fehérvári csapatot attól, amit eddig kétszer, 2012-ben és 2018-ban sikerült elérnie. Ezekben az években az Európa Liga csoportkörébe jutottak a piroskékek, most pedig a tavaly óta létező Európa Konferencia Ligában van erre esélyük. Tényleg van, hiszen a Köln elleni idegenbeli meccsen meglepetésre nyerni tudtak. A Vidi még így sem nevezhető favoritnak egy Bundesliga csapat ellen, de hazai pályán várhatóan csak nem teltház előtt játszhat, ez pedig, ahogy a sajtótájékoztatón a vezetőedző hangsúlyozta, nagy segítség lehet. Reméljük, minden jegyet elkapkodnak, és már a melegítés alatt buzdítani fogják a csapatot a nézők. A múlt heti győzelem után jó helyzetből várjuk a visszavágót, de tudjuk, hogy a Köln is teljes erejével hajtani fog a csoportkörért. Az első mérkőzésen is nagyon intenzíven játszottak, és úgy gondolom, holnap még offenzívebbek lesznek, jobban le fognak minket támadni. A győzelmünket az első meccsen szerényen kezeltük, azóta pedig a regenerálódásé volt a főszerep, miközben 100%-ban a visszavágóra összpontosítottunk, arra figyelünk, miben tudunk javulni. Mindenképpen szeretnénk legalább egyszer betalálni a visszavágón is. Talán a német újságíróknak akartak kedvezni a fehérvári klubnál, mert a sajtótájékoztatón a másik fehérvári is honfitársuk volt, a Vidi német védője. Marcel Heister elmondta, ismét nagyon intenzív meccsre számít, hiszen láthattuk, az ellenfél edzője is mennyi szenvedéllyel éli bele magát a mérkőzésbe, de a Vidi mindenképpen a saját játékára szeretne koncentrálni. Egész héten elemezte és felkészült a következő találkozóra az első mérkőzés után. Az első lépést megtette a múlt heti győzelemmel, most már át kell haladni a célvonalon, fogalmazott Heister, de tudják, hogy a Köln is erre vágyik, mert nagyon fontos nekik is, hogy ott legyenek Európában. A tájékoztatón elhangzott, szerdán még mintegy 1000 jegy volt a pénztárban a hazai szektorokba, vagyis tényleg van esély a teltházra. Ez több mint 10 000 embert jelentene, éppen ezért a városban jelentős torlódásokra kell számítani már kora délutántól. Érdemes időben elindulni a meccsre, ami csütörtök este 19 órakor kezdődik a Mól Aréna Sóstóban.